Nemrég világszerte számos kampány épült a rákellenes küzdelem világnapjára, amit február 4-ére tűzött ki egy nemzetközi szervezet. A cél a megelőzés és a helyes, időben megkezdett kezelés fontosságának hirdetése. Az ezt megelőző adásunkban a komáromi Agel Kórház sugárterápiás részlegén szemlélődtünk, ezen a héten pedig a hematológián, ahol dr. Rady Enikő tájékoztat a vérképzőszervek rákos elváltozásáról. Az onkohematológia része az onkológiának, és azokkal a betegségekkel, betegségcsoportokkal foglalkozik, amelyek a csontvelő, a vérképzőrendszer, illetve a nyirokcsomók, nyirokrendszer megbetegedéseit foglalják magukba, malignus megbetegedéseit, tehát daganatos megbetegedéseit. A szó, hogy leukémia, az emberekben mindig egy nagy félelmet kelt, mai napig is, tehát 1846-ban írta le Virchow ezt a szót, hogy leukémia, ami tulajdonképpen a fehér vérűséget jelenti. Azóta is ez a szó medicínailag is használva van, de ma azért már eljutott a tudomány oda, hogy nagyon sok megbetegedés ezekből a csoportokból, vagy ebből a betegségfajtából is jól kezelhető, és ezek a betegek gyakorlatilag egészségesen tudnak tovább élni. A leukémia, avagy a vérrák korai felismerése kulcsfontosságú, hiszen az pár nap alatt is kialakulhat. A főorvos azonban azt is hangsúlyozza, a betegség a komáromi járásban is ritka, és az esetek többségében járóbetegellátásban is kiválóan kezelhető, főleg a gyermekeknél. Amire lényeges felhívni a figyelmet, hogy nincsenek specifikus markerek, tehát nem tudjuk predesztinálni azt, hogy valakinek esetleg valamikor leukémiája lesz, vagy lehet. Hogy lehet kivédeni, vagy mégis gondolni rá, azok bizonyos tünetek, amikre mindenképpen figyelni kell, és bizonyos esetekben fontos, hogy tényleg akár egy fertőzésnél is sokszor fontos, hogyha az a fertőzés pár napon belül nem javul, egy légúti fertőzésre gondolok, akkor azt az egy vérképvizsgálatot mindenképp el kell végezni, mert hogy lehet mögötte esetleg valamilyen rosszindulatú dolog is, de persze, még egyszer mondom, egy-két eset a 100 000-ből, tehát most nem jelenti azt, hogy akinek a torka fáj, az leukémiára kell, hogy gondoljon. Gyanús tünet lehet a hosszantartó láz, a fáradékonyság, a vérzékenység, a hirtelen súlyvesztés, a hasi puffadás, az étvágytalanság, vagy a nyirokcsomó megnagyobbodása. Véradásra járni azonban rendszeresen pedig azért is érdemes, mert a vérrel kapcsolatos legsúlyosabb elváltozások már a véradás előtt levett mintából is kimutathatók. Fontosabb motiváció persze az, hogy ezzel segíthetünk. Önzetlenül adományozhatunk egy olyan anyagot, ami mással nem pótolható és életeket ment. Azt kéne tudatosítani, hogy vérre most is szükség van. Tehát annak ellenére, hogy a COVID betegségben szenvedők közül nem mindenkinek van szüksége transzfúzióra, nagyon sok más betegség is van. Véradásra érdemes előzetesen bejelentkezni, így a várakozás elkerülhető.